Hello, Komár Zsolt vagyok, és nagyon egyszerű okból készítem most ezt a rövid kis videó felvételt, és ez megint olyan lesz, mint ahogy én ezt általában szoktam, hogy nem írtam meg előre, de ami erre, erre motivált, erre mozdított, az az, hogy beszélgettem egy jó barátommal most így reggel is, meg hát az elmúlt néhány napban, és, és arra kellett rájönnöm, hogy nem biztos, hogy azt látja, amit én látok egy megadott dologban, és szerintem ezzel így vagytok ti magatok is, és a ti terméketek szolgáltatások kapcsán is felmerülhet ez a dolog. És e, mi lehet erre a megoldás? Hát talán az, hogyha ha elmesélek egy történetet nektek, ez Bill Gatesről mesélik ezt a történetet, és állítólag egyszer Billt megkérdezték, hogy Bill, te vagy a világ leggazdagabb ember, akkor mi a titkod, és őre azt mondta, hogy elég sok dolog, de az egyik első, és talán legfontosabb az maga a vízió, a látomás, és látnod kell kicsit a jövőt, mögé kell látnod a dolgok mögé, hogy mivé válhatnak, mert ugye ő annak idején, ahogy elmesélte, <kül> sokan mások is látták a számítástechnikát, az informatikát, de nem látták benne azt a perspektívát, nem látták benne azt a potenciát, amit ő meglátott. Tehát ez lényeges dolog is, néz mögé azok mögé a dolgok mögé, amikre ránézel. Próbáld meg megmutatni a jelöltjeidnek, az érdeklőidnek azt, hogy mi van a terméked, a szolgáltatásod mögött, tehát nem egy tége, egy kenőcs, nem egy tápláléki egészítő, nem egy ital vagy valami, hanem mi az a plusz dolog, ami még ebben benne van, és mindegyikben sokkal több dolog van benne, ugye ez a network marketing iparág éppen ettől csodálatos, és a Bill Story az úgy folytatódik, ugye évekkel korábban a beszélgetést megelőzően, hogy volt, és Amerika egyik legnagyobb vállalatának tulajdonossával beszélgetett, és ő is feltette a nagy kérdést, hogy mi a titka, és hát ő azt mondta, hogy egy mély látomás, a látomás mélysége, hogy mögé néz a dolgok mögé. És Bill megkérdezte, hogy hogy érti ezt, és erre azt mondta, nekem azt választott, hogy ne csak a dolgokat lásd, hanem azt, hogy mi lehet belőle, mi vé válhat. Legyen egy erős látomásod, neked is legyen meg egy erős látomásod, és megkérdezte, hogy mégis bír, hogyha ránézel egy, egy magra, akkor, akkor, mit látsz, ránézel egy makra mondjuk, akkor mit látsz. És hát Bill azt mesélte, hogy érti már, hát, hogy hogyha, azt mondja, hogy egy makkot lát, egy magot lát, akkor megbukik egy teszem, hát gyorsan azt válaszolta, hogy hát ő egy fát lát, Isten igazából. És erre azt, azt válaszolt a beszélgető partner, hogy ez nagyon jó, de tudod, ha én ránézek, akkor egy fát látok, egy erdőt látok. Erre Bill azt mondta, hogy igen, érti már, érti már, és akkor nem erdőt lát, hanem épületeket lát mindenhol a világon, amik abból a fából készültek, ami abból az erdőből termelődött ki, ami a magból keletkezett, ami a kiindulási állapot volt, és hát gyakorlatilag ez a lényeg ennek a, a mély látomás dolognak, és hogyan kapcsolódik ez hozzánk, hogyan kapcsolódik a mi szépséges iparágunkhoz. Soha nem a terméked, a szolgáltatásod az, ami ennél sokkal több, ennél jóval több. És hát itt kapcsolódik be a beszélgetésbe az én remek barátommal történt beszélgetésem is alapvetően. Én magam is így vagyok ezzel, tehát hogyha a saját cégem, a saját termékeinket, szolgáltatásainkat nézzük is, én sokkal többet látok, mint ami esetleg elsőre, első ránézésre leugrik a képernyőről. Én itt gyakorlatilag olyan vállalkozásokat látok, amik ennek segítségével váltak jövedelmezőbbé, ismertebbé, profitábilassabbá. Olyan network marketing csapatokat, akik ennek segítségével egy remekebb, jobb képzést kaptak, hatékonyabb támogatást kaptak, jobban tudtak terjedni, nagyobb profitokat termeltek. Én olyan embereket látok ezáltal, akik felemelkedtek, ki tudtak emelkedni abból, amiben most vannak, vagy előrébb tudtak lépni abból a helyzetből, amiben most vannak esetleg, még akkor is, hogyha ez egy jó helyzet mindig lehet fokozni. Tehát, hogyha van egy erős látomás az embernek, az túlmutat ilyen dolgokon. Mit látok én? Én itt vállalatbirodalmakat, cégbirodalmakat látok, network marketing birodalmakat. Én látom a te cégedet is ezzel megerősödni, és látom a saját cégemet is ezzel megerősödni, és szárnyalni, szárnyalni mindannyiunkat. És látom magunkat, hogyha hogyha ezt egy picit így visszük előrébb, profiban visszük előrébb, akkor tényleg szakmaként tudunk előbb-utóbb fellépni, és megbecsültebbek is leszünk. Értett, megértettebbek és megbecsültebbek leszünk. Tehát a lényeg ennek az egész mondanónak az, hogy soha nem egy terméket mutatsz be, Isten igazából, soha nem egy, egy krémet, soha nem egy italt, soha nem egy e, kapszulát, vagy valamit, soha nem egy videokonferencia termet, vagy videó e-mailt, hanem azt, azt, amit ez tud adni azt az előnyt, azt a hozzáadott értéket, és azt, ami ez ki tudja magát nőni, az egész történet. Ez nagyon fontos, és hát most sokan esetleg gondolkodhatnak azon, hogy gyakorlatilag minden termékből, szolgáltatásból lehet kapni olcsóbbat is szolgáltatás esetében előfordult, hogy még ingyen is van. Most gondolj bele abba, hogy te network marketingben dolgozol, én is network marketingben gond, dolgozom és gondolkodom biztos-e az, hogy ugye mi a nagy üzletet, a nagy álmokat, egy nagyobb, egy jobb életet adjuk, biztos-e az, hogy jó az, hogyha ezt kis üzleti módszerekkel, szélvédőre kirakott kis névegykártyákkal, szórólapokkal, Facebook csoportokba beposztolt spammel, e-mail spammel, egyebekkel képviseljük, vagy pedig próbáljuk ezt valami profi módon megmutatni a világnak, valami látványosabb, attraktívabb, hatékonyabb módon. És hát ugye mindenből van olcsóbb is általában, telefonból is van már Tesco gazdaságos telefon is, de most nézzük meg azt, hogy az iPhone-nak a nagyobb a piaci részesedése, vajon, vagy a Tesco-ban kapható készülékeknek. Ez, ez, egy fontos kérdés lehet, és ezt mindenki elhelyezi magának oda a saját életében, ahová szeretné, de szerintem ez is nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz, mert legyen egy mély látomásod, én azt, azt javaslom, azt mondom, nekem én úgy érzem, ez megvan, nagyon-nagyon komolyan, legyen meg ez a mély látomásod, és ezt megfelelő módon képviseld, megfelelőképpen kommunikáld. Érezzék, hogy ez komoly. Ez nem csak egy kamu, ez nem csak egy ajánlat, ez nem csak egy alkú, és ez nem a világ következő legjobb másfél évig tartó üzlete, hanem ez egy hosszú távú, nagyon komoly dolog, amit te adni tudsz. Hát köszönöm, hogy megtekintetted ezt a kis videómat. Lesz még ilyen. Találkozunk máskor is. Szia!